Rendkívüli tanácskozás az ózdi labdarúgás helyzetéről. A héten befejeződik az ideiglenes helyreállítás Csépányon. A helyi véradókat ünnepelte a Magyar Vöröskereszt. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város friss hírei következnek, jó estét kívánok! Rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalták az ózdi labdarúgás helyzetét. Az Ózdi Kohász Sportklubot a Magyar Labdarúgó Szövetség kizárta az NB3-as labdarúgó bajnokságból, így bizonytalanná vált a futball jövője városunkban. A szakbizottság tagjai a szükséges intézkedésekről és a lehetséges megoldásról egyeztettek. Ahogyan arról televíziónk is rendszeresen beszámolt, az utóbbi hetekben számos olyan dolog történt az Ózdi Kohász Sportklub életében, amely aggodalmat keltett a város sportszerető közönsége körében. Mivel a stadion alkalmatlan az NB3-as mérkőzések megrendezésére, a szurkolók hosszú fordulók óta nem láthatták itthon a csapatot. Előbb az utánpótlás együttesek kinemállása miatt vontak le pontokat a gárdától, majd a felnőtteknek maradt el meccse létszámhiány miatt. Várhidi Péter vezetőedző távozott, majd a főként serdülőkorú játékosokkal felálló Kohász példátlanul súlyos vereséget szenvedett táján. A Magyar Labdarúgó Szövetség végül kizárta a csapatot, ezzel a 110 éves hagyományokra visszatekintő ózdi labdarúgás jövője bizonytalanná vált. A kialakult helyzet miatt rendkívüli ülést tartott az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Féder József ismertette a jelenlegi állapotokat, és úgy fogalmazott, véget kell vetni az álmokfutásnak. A labdarúgásnak ózdi kezekbe kell maradni mindaddig, amíg azt az ózdi edzők, az ózdi vezetők képességieknek megfelelően, illetve az ózdi játékosok el tudják végezni értelemszerűen, ha majd egyszer adná jó Isten, hogy megint NB1 lenne, amire nincs reális esély, de akkor már valószínűleg nem tudnánk olyan szintű játékosokat kinevelni, de én is úgy gondolom, hogy megy egyre, NB3-ra az ózdi szakemberek bármikor kinevelnek játékosokat. Féder József vezetésével egyébként a közelmúltban megalakult az Ózdi Hétvölgy focisuli, amely több korosztályban is folytatja az utánpótlás nevelést. Sőt, a mostani kizárással hátrányosan érintett fiataloknak is szeretnének edzés lehetőséget biztosítani. Abban a bizottság minden tagja egyetértett, hogy a jövőt a helyi szakemberekre és sportolókra kell alapozni. Én mindig a helyekben bíztam és abban hiszek. Én akkor jártam szívesen a ózdi futballmeccsekre, amikor a barátom fia futballozott, vagy akár korábban az én fiam is, tehát amikor a helyi ózdi srácok és a helyi edzők edzették őket, tehát amikor a miénknek, a sajátjainknak szurkolhattunk. A tanácskozásra Gál Lászlót, az Ózdi Kohász Sportklub elnökét is meghívták, azonban levélben nem válaszolt, telefonon nem tudták elérni, és meg sem jelent az ülésen. Fidrus Péter elmondta, hogy az elnök egy korábbi bizottsági ülésen is valótlan állításokat tett. Nem gondolom, hogy igaz lenne az, sőt tudom, amit Gál László folyamatosan állít, hogy az önkormányzat nem biztosította az NB3-nak a követelményeit. Ez neki lett volna nem is feltétlen feladata, de lehetősége lett volna erre. Janicsak Dávid polgármester szerint Ózdon minden ózdi embernek az a legfontosabb feladata, hogy a város jó hírnevét öregbítse. Ezt Gál László nem teszi meg, ezért nincs helye Ózdon, az ózdi labdarúgás közelében. Amennyiben a város nevének öregbítésére, például egy klubnak az elnöke alkalmatlan, hiszen a klubbal lejáratja a várost, és az ott szívüket, lelküket beletevő sportolókat is, és ez most már jól bizonyítható, és többedik alkalommal megtörtént, és semmilyen együttműködést nem mutat arra, hogy akár bárminemű segítséget igénybe vegyen, sőt a hibákat, amiket elkövetett, azokat még büszkén vállalta is, és próbálta magyarázni. Most az ilyen embert én úgy gondolom, hogy a város ki kell, hogy vesse magából. Mivel az önkormányzat nem tulajdonosa az Ózdi Kohász Sportklubnak, itt csak kevés eszköz áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a kialakult helyzetet kezelni tudják. A bizottság úgy határozott, javasolja a képviselőtestületnek, hogy vonja vissza Ózd város nevének használatához adott hozzájárulását. Emellett az önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatást is visszavonhatják,
ha a klub nem tudja igazolni köztartozás mentességét. Végül pedig az Ózdi Sport és Élményközpont is felülvizsgálja a klubbal kötött bérleti szerződést. Ezekről a képviselőtestület később tárgyal. A felnőtt labdarúgással kapcsolatban Féder József elmondta, amennyiben az önkormányzat is mellettük áll, jövőre készek lesznek csapatot indítani, helyi sportemberekre alapozva. A tervek szerint a héten befejeződik az ideiglenes helyreállítás a főúton a csatornaberuházás miatt felvágott szakaszokon. A sávos javítást 6 hónap elteltével félpályás aszfaltozás váltja majd fel, ezzel fejeződik be a végleges helyreállítás. A mellékutakon is dolgoznak, ahol lehet, már a végleges állapotot készítik el. Ezeket a felvételeket tegnap délután készítettük. A Mészáros és Mészáros Kft. Munkatársai a Csépányi úton dolgoztak. A csatorna beruházással érintett útszakaszokon a zúzott aszfaltot felszedve friss aszfaltréteggel látták el a gerincvezeték nyomvonalát. A munkálatok az időjárás függvényében holnap befejeződnek. Ezzel az ideiglenes helyreállítás kész lesz egy hozzávetőleg 1 kilométeres szakaszon. Ezzel párhuzamosan a mellékutcákban is folyik a munka. Itt ideiglenes és végleges helyreállítás is várható még ebbe az év, illetve a mostani időszakban, mert a jövő héten még, ahol lehet aszfalttal végleges helyreállítást végzünk, és nagyon kevés olyan szakasz szeretnénk meghagyni, ami ideiglenesen lesz helyreállítva. Az ideiglenes helyreállításnál egy zúzott köves helyreállítás lesz. Az ideiglenes helyreállítás az azt jelenti majd, hogy azt folyamatosan kalban tartjuk egész télen, tehát bármilyen meghibásodás van, azt nekünk folyamatosan karban kell tartani. A főutat 6 hónap elteltével félpályás aszfaltozással állítják helyre véglegesen. Azonban ez nem jelenti a csatornaépítési munkálatok végét, hiszen egy nagyjából 600 méteres szakasz még hiányzik. Ehhez az időjárás miatt már csak jövőre tudnak hozzáfogni. A cég közzétesz majd több telefonszámot is, amelyeken a lakosság jelezheti a csatornázással és az útjavításokkal kapcsolatos észrevételeit. A bejelentések fogadása után megpróbálják minél hamarabb megoldani majd a felmerülő problémákat, emellett természetesen ők maguk is folyamatosan ellenőrzik a beruházással érintett szakaszokat. A konzorcium egyébként jól áll a csatornaépítéssel, ebben a hónapban átlagosan 80-85%-os készültségben vannak a tervezethez képest. Folyamatosak a lépcsőfelújítások városunkban. A napokban többet is rendbe hoztak az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai. Az egyik ilyen közlekedésre már szinte teljesen alkalmatlan feljáró a Vasvárút 59 szám mellett van. A problémát a terület képviselőjének jelezték a környéken élők, aki az óvi munkatársainak segítségét kérte a helyzet orvoslására. Tegnapra teljesen elkészültek a munkával. A másik lépcső a Nagy Imre úton található, ez is szétmállott az idők során, és balesetveszélyessé vált, így erre is ráfért már a rekonstrukció. A közelmúltban ezt is megjavították, így már biztonságosabban közlekedhetnek az arra járók. Több értékes nyereménnyel tértek haza a zseppénzügyes elnevezésű országos pénzügyi és gazdasági vetélkedőről a Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium diákjai. Országosan több mint 800, az intézményből pedig több mint 53 fős csapat jelentkezett a megmérettetésre. Az első online selejtezőről közülük 30 csoport jutott tovább a második fordulóba, ahol 5 kifejtős kérdésben bizonyították felkészültségüket. A döntőbe ebből 5 csapat került be. A Pilóta Kekszek, amint egy 43 versenyben lévő csoport közül a 10., míg a Gütyül Gang a 12. helyezést szerezte meg. A csapattagok és a felkészítő tanárok értékes nyereményeket kaptak. A Szixi is részesült elismerésben. A legtöbb csapatot a második fordulóba juttató iskolaként 15 darab teljes számítógép konfigurációt és a legtöbb csapatot nevező intézményként egy 3D nyomtatót nyert. Iskolánkban mindig is fontos volt az, hogy a diákok pénzügyi kultúrája sokat fejlődjön, ezért mindig is tettünk annak érdekében, hogy minél több versenyen tudjuk azt biztosítani, hogy részt vegyenek. Adódott most egy nagyon jó lehetőség, ez a zseppénzügyes vetélkedő, ami nagyon sok értékes nyereményt kínált a tanulóknak. Ebből kifolyólag nagyon nagy volt az érdeklődés ez iránt a verseny irányt, így több kollégával együtt mondhatni az egész iskola közösség megmozdult, végeztünk felkészítéseket. Ezek során nagyon sok hasznos tapasztalatot, élményt szereztek a tanulóink.
A helyi víradókat ünnepelte a Magyar Vöröskereszt. A víradók napján közel 50 kitüntetést osztottak ki az évek óta önzetlenül segítőknek. Elismerést kapott egy olyan férfi is, aki összesen 120-szor adott vért életében. November 27-e a véradók napja hazánkban. Több évre visszamenőleg ezen a napon városunkban is ünnepséget szerveznek a helyi véradók számára, hogy ezzel is köszönetet mondjanak az önzetlenül segítőknek. Az idei ünnepségen beszédet mondott Zsuponyó Anett, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, aki kiemelte a véradás fontosságát és jelentőségét. Emellett Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaui Zemplén megyei szervezetének igazgatója is üdvözölte a rendszeres véradókat. Ózdon és környékén ugye az a jellemző, hogy a nagyvárosokban, nagyobb településeken, ahol ugye több ember lakik és nagyobb cégek is vannak, ott jellemzően jobb a véradás, hiszen a kisebb falvakból inkább bejárnak dolgozni ugye az üzemekbe vagy valamilyen nagyobb városokba. Itt Ózdon havonta egyszer tartunk véradónapot, és körülbelül 50 fő szokott megjelenni minden hónapban, és különböző nagyobb városokban, például Putnokon vagy a megye más nagyvárosaiban is ez a jellemző, de ettől függetlenül a kisebb településeken is évente 2-3-szor szervezünk kiszállásos véradást. A mostani ünnepségen közel 50 díjat osztottak ki az önzetlenül segítők között. Többen 25, 50 vagy 75 alkalommal voltak donorok, de volt köztük 100, illetve 120-szoros véradó is. Az elismerés mellé pedig egy kisebb ajándékcsomagot is átvehettek a résztvevők. 19 éves koromtól adok vért, rendszeresen természetesen, akkoriban a brigád mozgalom miatt is adtunk vért, mert az kellett. Aztán meg katona voltam, akkor is kellett. Hát nem tudom, azért adok, mert hogy szüksége van az embereknek, rájön, meg ráérek. És akkor elmegyek, mindig adok vért. Adtam plazmási véradáson is voltam. Úgyhogy voltam olyan, hogy irányított véradáson, arra is elmentem szívesen. Valaki felkérte, elmentünk, és meg leadtuk a vérünket. Nem tudom, hát úgy bennem van. Jó a vérem is, meg egészséges emberek születtem, meg én önzetlen ember lettem, mert bányász voltam. Ez akkor ház 12 év, 10 hónap, utána meg 27 és pár év a bányában még. A kitüntetések átadása után egy kisebb műsorral készültek a szervezők a jelenlévőknek. Az Ómi Zenés Színház tagjai Rási Zorka és Berki Alex adtak elő több dalt a vendégeknek. Idén is meghirdette Álomút című rajzpályázatát a Magyar Közút Nonprofit ZRT általános iskolás diákok részére. Elsőtől 8. osztályos korig várják az alkotásokat, később 5 külön kategóriában hirdetnek majd eredményt. A szervezők olyan rajzokat szeretnének látni, amelynek témája az úthoz, munkagépekhez, közlekedéshez, úton dolgozókhoz kapcsolódik. A díjazott alkotásokat egy évig az útellenőri autókon láthatja az ország. A legjobbnak választott pályaművekből a Magyar Közút Nonprofit ZRT Facebook oldalán szervezett közönségszavazás alapján külön díjat is bezsebelhet az az általános iskolás, aki beküldi rajzát. A kategória és a közönség szavazás győztese egy-egy osztály kirándulást nyer a Társaság Kiskörösi Úttörténeti Múzeumába, Közép-Európa legnagyobb úttörténeti gyűjteményébe. A társaság egyébként díjazza a gyerekeket felkészítő pedagógusokat is. Az alkotásokat zárt borítékban a Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztályára várják egészen 2020. január 15-éig. A pontos cím a képernyőn olvasható. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a rajzpályazat@közut.hu e-mail címen lehet. 5. alkalommal szervezték meg az Ózdi Sport és Élményközpont munkatársai a Varga József Amatőrteke bajnokságot. A program töretlen sikernek örvend, hiszen 3 hónap alatt több mint 100 mérkőzést bonyolítanak le. Ezzel körülbelül 150 embernek biztosítanak kikapcsolódást. Ismét amatőrökkel telt meg a városi stadion tekecsarnoka. A Varga József amatőr teke bajnokságon ebben az esztendőben 10 csapat mérő össze erejét egymással. Az Ózdi Sport és Élményközpont munkatársai nem csak szervezőként, hanem játékosként is aktívan szerepet vállalnak. Imáron ez az 5. Varga József amatőr teke bajnokság, az ő nevével fémjelezve. Ezt egyébként már, ha jól tudom, akkor a kohászati időkben már elkezdték ezt a tekebajnokságot, úgyhogy ennek több évtizedes hagyománya van, nem csak ez az 5. alkalom. Azért próbáljuk egy neves edzőről elnevezni, hogy így legalább fennmaradjon a neve, és sokáig emlékezzünk rá. A program töretlen sikernek örvend, hiszen évről évre összejárnak a csapatok, és jó hangulatban telnek a mérkőzések.
Körülbelül 150 ember érintett, és 3 hónap alatt közel 120 meccset bonyolítanak le. Most is voltak olyanok, akik hosszú ideje részt vesznek a bajnokságon. 22 éve játszott itt, azt hiszem én játszom itt a legrégebben. Még régen a rendőrcsapattal kezdtük ezt az egészet, csak már azóta én maradtam egyedül abból a csapatból, amelyik elindult, és azt a hagyományt folytatjuk, mert ez egy nagyon jó rendezvény, és így minden évben részt veszünk ezen a tornán. A tervek szerint a bajnokság idén 9 fordulós lesz, és egészen 2020. január közepéig tart majd. A hagyományoknak megfelelően a torna díjátadóját most is egy közös vacsorával kötik majd össze, ezzel is segítve a közös kikapcsolódást és a barátságok erősítését. Most pedig nézzük, melyek voltak legfontosabb híreink. Rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalták az ózdi labdarúgás helyzetét. Az Ózdi Koházt a Magyar Labdarúgó Szövetség kizárta az NB3-as labdarúgó bajnokságból, így bizonytalanná vált a futball jövője városunkban. A tervek szerint a héten befejeződik az ideiglenes helyreállítás a főúton, a csatorna beruházás miatt felvágott szakaszokon. A sávos javítást 6 hónap elteltével félpályás aszfaltozás váltja majd fel. A helyi véradókat ünnepelte a Magyar Vöröskereszt. A véradók napján közel 50 kitüntetést osztottak ki az évek óta önzetlenül segítőknek. Elismerést kapott egy olyan férfi is, aki már 120-szor adott vért életében. 5-ször szervezték meg a Varga József Amatőr Teke bajnokságot. A program töretlen sikernek örvend, hiszen több mint 100 mérkőzést játszanak le, és mintegy 150 embernek biztosítanak kikapcsolódást. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Pénteken a gyakran megnövekvő felhőzetből többfelé is előfordulhatnak futó záporok, néhol akár az ég is megtörrenhet. A nyugati a szelet többfelé élénk, északon esetleg erős lökések kísérhetik. A hajnali órákban 4, míg napközben 10 Celsius fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Ezek voltak legfontosabb helyi híreink. Az Ózdi Krónika után Apropó című magazinunk következik Lendvai Zsolttal. A mai adásban foglalkozunk a csatorna beruházással, a fenyőgyilkossággal, és mutatunk archív felvételeket is. Érdemes tehát továbbra is velünk tartani. A híradó ismétlését a magazin után és a szokott időpontokban láthatják újra. Friss ózdi hírekkel holnap ugyanebben az időben várjuk Önöket. További kellemes estét kívánok! Viszontlátásra!